Menjetek már! What is that? Hoztam 6 különleges kávét a boltból. Ahol reggel voltunk, hogy felpesdítsem egy kicsit a napunkat. Amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, az ez, ha jól tudom, ez Pokka. Ezt a céget otthon is forgalmazzák, de nem teljesen, ahogy itt is. Amúgy ez sem Pokka, hanem valami Pokka Sapporo. Semmi nagyon nincsen rajta angolul, csak az, hogy lebeghetsz is, miközben iszod a kávét. Úgyhogy rá van írva, hogy jól fel kell rázni. Egy picit úgy néz ki, mintha kukoricás lenne. Hát reméljük, semmi kukorica benne. Ez amúgy meleg. Olyan hűtőből vettem ki, ami fűt. Úristen, ez kukoricalé. Hát reméljük, semmi kukorica benne. Ez a kávéknál volt. Ez kukorica. Majd energiát biztosan, mert a na, várjál. Ez kukorica lé. De olyan srácok, én kávét akartam. Amiben kifő, mikor például főzöl kukoricát. És van benne kukorica is. Csöves kukorica. Menjetek már! Sziasztok, ez egy kávés videónak indult. De édes a leve? Édes, mint az állat, ilyen édes teljes. Mondtam én a kukorica, amikor néztem közelebbre, azt hittem, hogy jó, ezek biztos jegek, csak ilyen furcsán vannak megcsinálva. Ez a kávék mellett volt, a kávék, ez biztos, hogy kávé, espresszó. Akkor ebben meg mi van? Ebben meg egy hegy? Ez se kávé? Ez az, amikor nem tudsz semmit lefordítani és megnézni, és mondom, a Google Translate-et nem lehet használni. Mert például a kólát, azt ők, mi az? Koksnak fordítja, úgyhogy azt nem merem. Na jó, hát kóstoljunk meg még egyet. Na nézzük a Mountain Blend. Jó, ez kávé. Nagyon extrém vizesnek ható kávé. Igen, eléggé vizes, viszont finom. Meg rá van írva angolul, hogy number one. Szóval ez numero uno. Kicsit vizes, de teljes, nem sima. 65 kalória van benne, és ennyit tudok leolvasni róla angolul. Ez finom. A kukoricalé? Na az nagyon-nagyon furcsa. Hát ez meglepett, srácok. Sziasztok. Ugye a videó elejét az TikTokra is felveszem. Úgyhogy együnk videó következő részítel Japánból, Tokióból. Ezt láttátok, hogy a kávés helyről vettem le. Ez nagyon-nagyon furcsa volt. Ez viszont egészen jó. Teljes kávénak hat, de kicsit azért vizes. Úgyhogy nézzük, mert itt még van rengeteg. Ebben biztos vagyok, hogy ez sajnos sima víz. Viszont ezek a kenek nagyon-nagyon tetszenek nekem. Sokkal vastagabbak az aludobozaik, mint a mieink. De ezt úgy képzétek el, hogy ezt most majdnem ketté roppantottam. De sokkal durvább, ezt ha most itt megszorítanám, ez az egészet át tudnám szakítani. Sokkal durvábbak, és amúgy máshogy is néznek ki. És ennek nagyon-nagyon tetszik a doboza. Zseniális. Zseniális. Na nézzük akkor ezt, hogyha már itt szorongatom, csak megtörlöm a menő pólomba. Érdekes, hogy semmi sziszenés. Sokkal erőteljesebb illata van. Ez kávésabb. Tűz. Halljátok, rendesen ilyen pirosas. Ezek is nagyon vizesek, szóval nagyon furcsa, hogy ez a teljes kávé itt annyira nem. Olyasmi kávét isznak, mint Amerikában. Ezt a vizeset. Na nézzük ezt! Ezt az espresso-t. Felpöccintjük. Ez sokkal teljesebbnek tűnik. Nehéz átadni ezeknek az ízét. Olyasmit képzeljétek el, mint lefőzzétek a kávét, tesztek hozzá ezt az apró tejet, és még vizet. Ez idáig, ezek ilyenek. Itt van a boss, szóval ez a főnök kávéja. Nézzük a főnök. Miért iszik, hogyha már a Family Boss Espresso az előbb annyira nem nyert el a tetszésemet. Nézzük a Boss kávé. Best. Úristen. Best. Ez finom. Most már értem, hogy miért a főnök miért ezt iszza. Ez teljes kávé, jó édesen, úgy, ahogy én szeretem.
Ez nagyon nice. Első helyzet. A főnöké. A főnök kávéja. De nézzük, a főnök utolsó presszója, az mit hoz nekünk. Ezek a csomagolások érdekesek, és az még különleges, hogy ahogy mondtam is a videó elején, vannak a hűtőben, és vannak a fűtőben. És tök hülyén hangzik, de a boltokban, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, nem csak hűtők vannak, hanem ezek a melegítő... Ezt hogy mondják, Kinga? A nem hűtő, hanem fűtő. A melegítő hűtő. Kinga se tudja. Grill. Grill. A fűtőhűtő. Ó, oh, yes. Ez igen. Ezt hogy tudja? Ezt az amerikaiak is hogy tudja? Hozok nektek poharat, jó? Csak hogy szemléltessem. Ilyen kis viszkis pohárba. Megmutatom a főnök kávéját először. Teljes kávé. You see? Normal. Isteni teljes kávé. Melegítő szekrény. Itt van egy picit vizesebb mondjuk, csak hogy lássátok a kontrasztot, jó? Ez ugye mondtam, hogy ez sem rossz, ez is teljes, de azért ez már látod, egy kicsit azért ilyen vizesebb. Na most look at this. Amúgy egyre jobban pörgök a videó végére, ma már kávéztam. Na figyelj. What is that? Ez mint a kóla! Ezt hogy tudják, jó, én imádom a kávét. Mindenféle kávéfőzőm van, de tényleg, aki esetleg Instán követ, ha nem, akkor gyere Kukaszonosi Gergo, vagy beszéltem már róla biztos rengeteg szélődásban, mindenféle kávéfőzőm van, és mindenféle kávéfőzővel tudok főzni. A kotyogústól, a kapszulásig, a Dolce Gustótól, a mit tudom én, mindegyiket ismerem. Azzal azt is el lehet rontani. Az nem, hogy ez így hülyén hangzik, de csak hogy értsétek, hogy kávé enthusiastic vagyok. Ez büntetés. Ez olyan, mint az americano, csak ez japanizó. Nem, ez nagyon, ez borzalmas. Valaki írja már le kommentbe, hogy őszintén tudom, hogy nagyon sokan fogjátok szeretni. Ez ilyen filter coffee, csak átmosva 50-szer a filteren. Szóval biztos, hogy sokan szeretik. Például azt tudom, hogy Görögországban is van így kávé, és ott is szeretik. Ezt az americanót hívjuk így. De ez borzalom. Ez viszont egyszerűen... Ezt nem értem. Ki az, aki reggeli kávé helyett tessék, aki tud japánul, please, nézze meg, fordítsa le. Tehát ki iszik reggelire meleg, ja és ez a melegítő szekrényben volt. Nagyon durva. Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha első három helyzetet kéne állítanom, a főnök kávéja az brutálski. Best. Ezt innám otthon is. Ha másodiknak nehéz eldönteni... Ez mintha nem lenne annyira vizes, ez a második. Ennek szinte semmilyen íze nem volt, úgyhogy a doboza miatt ez a harmadik, jó? Tehát ez volt az első három helyezett, megpróbálom nektek megmutatni. Boss, Izé és a Fire, a George Emerald Mountain Blend. Őt hagyjuk is, nem értem. Ez kár, hogy nem tudom hazavinni nektek és azt mondani, tessék, de becsíts rá egy kis kukoricát, lére kukoricával így reggel. Ők meg, a boss tudja, hogy mit kell csinálni, ezzel a kettővel kicsit az én ízlésem szerint mellélőtt. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett nektek das videó, hogyha yes, akkor arigato gozaimasu, hi, és az isteni eredeti tutti zsúz legyen veletek így Japánból is. Sziasztok!